Mai vendégünk Vojter Szabó Zita, rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető, Vármegyei Rendőrfőkapitányság. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm én is a tévénézőket is. Az utóbbi időben többször hívták fel a figyelmet a telefonos csalók üzelmeire. Részletezzük a témát, egyébként nagyon sok érdekességről fogunk a mai interjú ideje alatt beszélni, ami nagyon központba, fókuszba került az elmúlt időszakban. Térjünk vissza a telefonos csalókra. Mit lehet róluk tudni, kik az elkövetők, mindent, ami hasznos lehet ezzel kapcsolatban? Igen, sajnálatos módon ugye a csalók mindig folyamatosan fejlesztik a módszereiket, és próbálnak a mindennapi élethez, illetve a világ történéseihez alkalmazkodni. Nagyon-nagyon sok és az utóbbi időben megszaporodott azoknak a csalásoknak a száma, amikor a bank nevében hívják fel az áldozatot. Telefonon keresik meg, bemutatkoznak, mint banki ügyintéző, ez minden esetben ilyen. Egyébként nyilván mindenféle csatornákon, az interneten hallhatunk is ilyen felvételeket, láthatunk is ilyen felvételeket, hiszen már vannak, akik felfedezik, hogy ők csalók áldozataivá válhatnának, amennyiben bedőlnek, fölveszik ezeket a beszélgetéseket. Az érdekes, hogy mi korábban lehetett érezni, hogy lehet, hogy nem olyan szép a kiejtés, lehet, hogy nem olyan szépen fogalmaznak, az utóbbi időszakban már szinte teljes mértékben leutánozzák a banki ügyintézőket, mind a hanglejtésben, mind a szóhasználatban, mind a bemutatkozás, mind az egész beszélgetésnek a kerete teljesen hasonlít egy igazán hivatásos, illetve hivatalos beszélgetéshez a banki ügyintézővel. Tehát a bank alkalmazottjának adják ki magukat, nagyon-nagyon sokszor azt mondják, hogy valamilyen jellegű utalás van folyamatban. Ez mindegyiknél közös. Megijesztik igazából a sértettet, és ennek az utalásnak a leállítása ürügyén kezdeményezik igazából a beszélgetést. Tehát elmondják, hogy ők a bank alkalmazottjai, látnak egy ilyen kisebb vagy nagyobb összegű átutalást, megkérdezik a sértettet, hogy ön indította-e ezt az utalást. Nyilván az ember, hogyha egy ilyen telefont kap, és megnyugszik, hogy a bankjától hívták, akkor természetesen rögtön mondja, hogy hát uramisten, nem én indítottam, természetesen próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezt a fajta cseles módszert és ezt az átutalást. Na igen, ám viszont ugye itt a csaló pont itt lépnek egyébként a következő szintre, megkérdeznek mindenféle banki adatot, személyes adatot, olyan adatokat, amelyeket egyébként a banki ügyintéző nem kérne. Tehát például nem szokták elkérni a bankkártya számunkat, hiszen a bank állítja ki, és ez logikus is, tehát a bank állítja ki számunkra a bankkártyát, ő küldi meg, nem kérik a lejárati dátumát, hiszen a bank nagyon jól tudja, hogy egyébként mikor fog lejárni az a bankkártya, és nem kérnek azonosító adatokat, és nem kérnek CVC vagy CVV kódokat, nem kérnek biztonsági kódokat. Tehát itt már azért be kellene, hogy kapcsoljon az a bizonyos véscsengő a telefonvonal végén lévő egyénnél, hogy nem biztos, hogy a banktól hívtak. Térjünk át egy másik elkövetési formára. A karanténszabályok életbe léptetése óta megnövekedett a kiberbűnözőknek a száma. Kik ők, mit lehet róluk tudni, hogyan csapnak le az áldozataikra? Mivel változott a világ? Az emberek többsége is ugye bezárkózott, mert nyilván egyébként is erre volt szükség, és mindenki az online felületek felé fordult, így az elkövetők is megtalálták ezeket a kiskapukat, ezeket a lehetőségeket, mert a csalókról azért azt tudni kell, hogy szinte folyamatosan fejlesztik a módszereiket, a történeteiket. Nagyon gyakran tapasztaltuk akár azt is, és itt most nem konkrétan, de mégiscsak csalói módszer az unokázós csalásokra utalnék, amiből hál' Istennek már nagyon sok kísérleti szakban megmarad, és azt gondolom, hogy azért, mert nagyon-nagyon sokan tudják már az idősek közül, ott ugye főleg az idős korosztály volt a célcsoport, hogy tudják már sokan az idősek közül, hogy ez egy csalói módszer, ezért már nem dőlnek be ezeknek a telefonhívásoknak, de volt olyan, amikor például Szolnok külterületén a 4-es számú főúton történt egy nagyon súlyos baleset. Erről reggel a rádiók, televíziók, újságok, online felületek hírtattak, és már ezzel a sztorival hívtak föl, még azon a napon, tehát ott délelőtt, egy pár órán belül, ezzel a sztorival hívták föl az idős nagymamát vagy nagypapát, hogy az unokának adták ugye úgy ki magukat, hogy őket érte ez a nagyon súlyos baleset. Tehát akár pillanatok alatt képesek az aktualitásokhoz alkalmazkodni, és az aktualitásokhoz igazítani a történeteiket, amelyekbe beágyazzák magát a csalást, illetve tehát az elkövetői módszerek ilyen szempontból rendkívül változatosak. Hogyan tudunk védekezni ellenük? Talán az egyik legfontosabb az pontosan az, hogy halljunk róla, tehát hogy hírt adjunk róla, hogy
tájékoztassuk az embereket ezekről az elkövetői módszerekről, pontosan azért, hogyha szembe jön velük, vagy találkoznak ezzel a saját életükben, akkor már ismerjék fel, és ezáltal kerüljék el azt, hogy áldozattá váljanak. De a banki csalásoknál, tehát amikor a bank nevében telefonálnak valakinek, ott azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb üzenet az az, hogy ne dőljünk be annak, hogy gyanús utalásunk van, amit akár külföldről vagy belföldről indítottak, ne adjunk meg mindenféle személyes adatot, bankkártya adatot, biztonsági kódokat, SMS-ben érkezett kódot pedig senkinek ne adjunk ki, pláne, hogyha telefonon hívnak föl minket, bontsuk a vonalat, és inkább érdeklődjünk a bankunknál az ismert telefonszámon. Ennél a módszernél egész biztos, hogy ezek lehetnek a célra vezetőek. Amennyire hasznosabb tudnak lenni a közösségi oldalak, legalább annyi hátrányuk is van, és a megjelenésükkel a romantikus csalók is megsokszorozódtak. Kik ők, hogyan ejtik a kiszemeltet áldozatul, mi a módszerük, és hogyan tudunk ellenük védekezni? Sajnos igen, tehát az online csalásoknak több elkövetői módszeréről is tudunk beszélni, és ez sajnálatos. Valóban van egy általunk így nevezett, hogy romantikus csalók. Miért is hívjuk ugye így ezt a fajta módszert? Azért, mert kifejezetten a kiszemelt áldozatnak a lelkébe hatolnak be, fölépítenek egy bizalmi viszonyt. Egyébként nagyon kiforrott módszerekkel, nagyon gyorsan, akár hetek alatt képesek olyan bizalmi viszonyt kialakítani a másik féllel, hogy igazából elhisszük már minden szavát, amit mondnak. Ez persze tudatosan van fölépítve, csak ugye a másik oldalon lévő, tehát maga az áldozat nem veszi észre, hogy mennyire tudatosan felépített játszmában vesz részt. Nagyon gyakran közösségi felületeken, tehát Facebook, Instagram és a többi szemelik ki az áldozatot. Épp ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezeken a felületeken mi milyen információkat osztunk meg magunkról. Tehát, hogy kiírjuk-e, hogy egyedülállóak vagyunk, vagy kiírja-e, hogy özvegy, vagy elvált, hogy a megosztások, amiket megosztunk, amiből lehet a lelki állapotunkra következtetni, hogy mi éppen szomorúak vagyunk, vagy mi éppen nagyon boldogok vagyunk, vagy hogy szeretetre vágyunk. Tehát, hogy ezeket a megosztásokat milyen láthatósági beállítással tesszük közzé. Ugye itt főleg az idősebb korosztály az, akinek nagyjából idegen ez a közösségi felület, az internetvilága, az, hogy vagyunk egy világhálón, ahol rengeteg ismerős vesz minket körbe, csak sajnos minduntalan, és egyébként pontosan ezért is járunk különböző előadásokat tartani mindenféle településeken, időseket is megszólítva, hogy kérjék az unokák meg a gyermekeiknek a segítségét. Nagyon-nagyon fontos, hogy az internetet azt tudatosan használjuk, hiszen rengeteg veszélyt rejt. Az interjú zárásaként ugye rendkívül sok mindenről és csalási elkövetési formáról volt szó. Mi a tapasztalat bármelyiket érintően, hogy bejelentést tesznek az emberek, vagy szégyellik adott esetben, és nem szólnak róla, hanem ők maguk zárják le az ügyet, illetőleg az elmúlt évekhez képest nőtt, vagy csökkent az elkövetések száma? Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy növekszik. Tehát ez látszik, hogy az online térben elkövetett bűncselekményeknek a száma növekszik. Pont ezért is nagyon-nagyon fontos a figyelemfelhívás, illetve a tájékoztatás. Szeretnénk gátat szabni ennek a dolognak, szeretnénk, ha minél kevesebben esnének áldozatul, és minél ilyen kevesebb bejelentés érkezne. Az, hogy milyen típusúak ezek a bűncselekmények, ugye sokfajták, ahogy említettük is a beszélgetés során, a csalóknak a módszerei rendkívül változatosak, tehát folyamatosan alakulnak és folyamatosan változtatnak. Beszéltünk itt ugye a romantikus csalásról, illetve beszéltünk a bank nevében telefonáló csalásokról, de hát még nem beszéltünk, amikor online akarunk vásárolni valamit, vagy online akarunk eladni valamit. Mostanában ez is sokszor előfordul, hogy mondjuk meghirdettek egy babaruhát, egy kis cipőt, tehát nem is egy nagy értékű dolgot, vagy de lehet ez egy műszaki cikk, bármi, amit én úgy gondolom, hogy szeretnék pénzé tenni. Megtehetem ezt ugye sok felületen, tehetem olyan felületen, ahol kifejezetten ilyen hirdetésekkel foglalkoznak, meg a közösségi felületeken is vannak olyan terek, ahol használt dolgok gazdát cserélnek. Egy nagyon gyakori, és erről még muszáj beszélnem, egy olyan elkövetői módszer, amikor mostanában sűrűn előfordul, hogy a vásárlóként jelentkezik az általam kínált cikkre, azt mondja, hogy őt nagyon érdekli, és ő megvenné ezt, csupán ő egy csomagküldő szolgálatnak
a segítségével szeretné ezt kiegyenlíteni, illetve kifizetni. Legyen gyanús, hogyha itt a bank számla számunkon kívül tőlünk egy vásárló bármi mást is kér. Semmi más nem tartozik rá. Igazából, ha én el akarok adni valamit, akkor mit kell a vásárló tudomására hoznom? Csak azt, hogy milyen bankszámla számra utalja át nekem a pénzemet. És nem bankkártya szám, hanem bankszámla szám. Ilyenkor nagyon gyakran elkérik az e-mailét az ismeretlennek, vagy a sértetnek, vagy a messengerben, vagy az adott üzenetszolgáltatásban küldenek egy linket. Erre a linkre, hogyha rákattint aki éppen el akarna egyébként adni, akkor nagyon gyakran egy ilyen fizetésfogadása gomb például, tehát hogy beépítenek ilyen jellegű paneleket, hogy a fizetésfogadása gombra rákattint, akkor egy bankválasztó felületre fog jutni, ahol kiválaszthatja az ő saját bankját, viszont ezek nem igazi oldalak, ezek álloldalak. És ezeken az álloldalakon csalják ki ugyanúgy ezeket a banki adatainkat, mint a bankkártyaszáma, biztonsági kódok és a többi, és így fogják a bankszámlaszámunkról leemelni a pénzt. Tehát ez is egyfajta elkövetői módszer, amiről még úgy gondolom, hogy szükséges beszélnünk. Sajnálatos módon igen, megszaporodott a számuk, ezért van jelentősége annak, hogy beszéljünk róla, jusson el minél több emberhez, hogy milyen jellegű módszere van az elkövetőknek. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és nagyon sok hasznos információval gazdagodtunk, és valóban, aki figyel, az én úgy gondolom, hogy tud azért ezek ellen tenni ezek alapján. Bízom benne, és bízunk benne, hogy minél kevesebben esnek áldozatul.